Horgosnál kedden a déli órákban egy migráns sem várakozott közvetlenül a kapunál, hogy átkeljen Magyarországra, míg korábban ugyanitt tolongtak. A nap elől árnyékba és sátrakba húzódtak. Míg a felnőttek többnyire pihentek, a gyerekek próbáltak szórakozást találni maguknak a határövezetben. Többen már egy hete itt vannak. A muzulmánoknál idén július 5-ig tart a Ramadán, vagyis a napkeltétől napnyugtáig terjedő böjt. Az úton rekedt menekültek azonban nem tudják ehhez tartani magukat. Nahim és családja 5 napja vannak Horgosnál. We had Ramadan, but somebody for this time we cannot take Ramadan because this, we don't have place, had state or where is it. If I know I am stayed here 1 month, I can't fast in Ramadan. Legjobban a tisztálkodási lehetőségeket hiányolja. Egy vízcsap van, ennél mosogat is most mindenki. Naponta mintegy 200 ember tartózkodik Horgosnál, annak ellenére, hogy a magyar hatóságok naponta csak 10-15 embert engednek át, mind a Horgos Röszke, mind a Kelebia Tompa áteresztőpontnál. Több migráns azt vallotta, kivárja a sort, hogy legálisan keljen át, akkor is, ha ez több hétbe telik. Az erőszakos határátlépésről is kérdeztük őket. No, I didn't see. One guy was there, and then I don't know. I didn't speak with him. He was going inside, and then from that door taking out. Now he's not here. I don't know where he's gone. A szerb-magyar határon jelenleg 2 tranzitzóna van, de a magyar kormány egy harmadik létrehozásáról is tárgyal, amely ásotthalomnál lenne.